Üdvözlünk mindenkit, sziasztok, én Csatló se vagyok újra, ez pedig a kritikál legújabb része. Na de most vegyük egy kicsit komolyabbra a szót, és beszéljünk egy igen komoly témáról, mégpedig a környezettudatosság. Igen, tudom, most azt gondoljátok, hogy ez már mennyire közhely, hogy arról beszélek, hogy óvni kell a környezetet. De igenis óvni kell a környezetet, mert a legapróbb pici kis környezetszennyezés is környezetszennyezés, és ez a rengeteg kis apró környezetszennyezés összerakjuk, az egy hatalmas nagy környezetszennyezés lesz. Mégpedig egy apró pici példa. Eldobtok egy snickerses papírt. Jaj, hát csak egy papír, hát. Jó van, te is csak majd egy papír, meg ő is csak majd egy papír. Na jó, de most ezzel nem akarok hosszabban beszélni, mert akkor nagyon hosszú lesz. Úgyhogy, de ez az egyik. A másik pedig a multicégek, olajnagyvállalatok, bármi, ami a környezetet szennyezi, az annyira leszarja, hogy szennyezi a környezetet, hogy nagyon leszarja. De most így csinálnak ilyen álkonferenciákat, hogy lássák, hogy valamit azt csinálnak, meg ilyesmi, de nem, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és nem veszik észre, hogy a saját lábuk alatt bágják ki a fát. A saját élőhelyünket tesszük tönkre. A sajátunkat és az állatok élőhelyét tesszük tönkre azzal, hogy környezetszennyezést ezerrel nagyon nyomjuk, abban nagyon jók vagyunk. Lassan már ez az állatoknak nem marad élőhelye. És hogy miért beszélek ennyire aktívan erről a témáról? Mert a mai filmünk az Egyesült Állatok. Hallottatok már róla, nagyon új film. 2010-ben jött ki német film, de viszont Magyarországon csak 13. január 24-től adták a magyar mozikba. Úgyhogy itt Magyarországon nálunk ez egy új film. Én nagyon vártam, jó reményeket fűztem hozzá. Nagyjából be is váltak. Na most ez egy két rendezős film, tehát ketten rendezték. Két német. Reinhard Klaus és Holger Happe. Elnézést kérek, ha rosszul ejteném ki, de nem vagyok igazán jó németből. Mit lehet elmondani a filmről? Pozitívum, két fel tudnám sorolni azt, hogy a látványvilág nagyon el lett találva. Mert szép, színes, kreatív, de viszont nem esik a ló túloldalára, mint az Óz, a nagyvarázsló. Hogy ott már annyira színes lett, hogy szinte fájt a szemem a 15. perc után. Itt pont arany középút. Szép, kreatív, látványvilág, szép, nagy, de viszont mégis nem túl csicsás. Világos, minden egyes jelentés szépen meg van világítva, szóval nagyon, nagyon szép lett a látványvilág, amúgy is nagyon szépen meg vannak animálva. Ez pozitívum, nagyon, tényleg szép lett. Az alapkoncepció, hát az is nagyon jó. Hát a kidolgozás az kevésbé, mert vannak olyan jelenetek, amiket nem értek, de nem is kell, mert ez egy gyerekfilm, úgyhogy ez ilyen napróságokat nem kell fennakadni. Tehát, rövid sztori. Van egy manguszta, ez a Billy, akinek szomjazik a családja, és ő eltervezi, hogy régi hagyományokat félbe szakítva föl fog menni a hegyre, és majd megkeresi a vizet, és lehozza. Na most rögtönzött kis csipecsapatunk, mégpedig Billy a manguszta, Szokratész a filozófus oroszlán, Willifred és Winston a kettő darab 114 éves galapagoszi óriás teknős, Vigyori, valamint Tobi a ausztrálok, Vigyori egy Tasmán ördög, Tobi pedig egy kenguru, valamint Charles a francia hakhas, és jegesmedve sushi. Hú, hát igen, rögtönzött kis csipetcsapatunk azért gyűlt össze, mert az összes állatnak az élőhelyet széljebb armották. Úgy az északi sarkot, mint Ausztráliát, mint a Galapagos szigetek környékét, széljebb armották egy az egyben a gyarló ember. Tehát csipet csapatunk
elhatározza, hogy vizet fog szerezni, de amikor szembesülnek azzal, hogy egy hatalmas nagy gát mögött van az ők drágálatos vizük, kétségek merülnek fel, hogy mégis hogyan szabadítsák ki. Arra gondoltak, hogy az emberekkel próbálnak valamit kommunikálni, hogy rájöjjenek, hogy ez kéne nekik a víz. De ez nem sikerül, mert van egy drága barátunk, mégpedig a vadász. Ez a vadász, ennek két hibája van. Az egész filmben ez a két legnagyobb hiba, a vadász. Első hiba. Nem tudjuk, hogy miért, de annyira utálja az állatokat, hogy nagyon indokolatlanul. Az egy dolog, hogy vadász, de ezt leszámítva nem kéne az élet árán is kinyírni egy kisebb falkát. A másik pedig, hogy ez az ember hallatatlan. Ezt tett már autószerencsétlenség érte, repülővel lezuhant, valamint a fejéhez vágtak egy hatalmas sziklát, de ezt is túlélte. Ja, és még nem mondtam, leeresztették még a gáton is. Úgyhogy igen, ez egy túlélő. Tehát igen, itt problémák merülnek fel a vadásszal kapcsolatban, mivel eléggé nehéz mozgásképtelenné tenni, ezért úgy gondolják, hogy saját maguk fogják kiengedni a vizet. Na most ez nem sikerül, mert a vadász szintén megjelenik. Igen, megint az a kurva vadász. Tehát megjelenik a vadász, és Szokratészt, a oroszlánt, azt elfogja, míg a többiek, Billy és Csipet csapat hazamegy. Otthon szembesülnek azzal, hogy még rosszabb a helyzet. Úgyhogy arra a következtetésre jutnak, hogy összefognak az állatok. Igen, a film címében adódóan az Egyesült Állatok. Yes! Isten áldja! Bármit. Tehát igen, összefognak, és elmennek kiszabadítani, de viszont vannak ilyen bivajok és orszarvok, akik nem igazán mennek. Ebből még előtte filmelén voltak ilyenek is konfliktusok. Tehát ők nem mennek, mert úgy vélik, hogy ezek nem kell. Igen, de egy kicsit hülyék. Na semmi baj, egy idő után rájönnek, hogy igen, mégis kell, úgyhogy mint felmentő seregként megérkeznek a filmbe. Hát mi is lenne más, mint happy end, sikerül lerombolniuk a gátat, újra vízük lesz, sunshine, de most egyetlen egy hibát elfelejtettem még megemlíteni, mégpedig, hogy hogy iktassák ki a vadászt. Lelövik? Nem, ugye már gyerekfiam, nem lehet benne vér. Megölik? Nem. Megjavul? Á, nem. Mi lesz? A tasmán ördög telibe figyelje a képét, és elájul, és kész, többet nem is jön a színre. Annyira szégyelli magát, hogy ennyi volt. Nem akar többet képernyő elé jönni. Hát, jó van, semmi baj. Összegzés. Mindenképp nézzétek meg. Javasolnék egy fiatalabb társat, akivel elmész, mert unoka, öcs, húg, bárki, aki fiatalabb nálad, vagy fiatalabb barát, ismerős. Ha el akartok menni, tök jó, mert te idősebb vagy, megnézed, valószínűleg érdekelni fog, mert azért nem vagy környezetszennyező, de a film a képedben mondja, hogy az ember gyarló és rossz vagy, és te rossz vagy. Ezt elhiteti veled, tudjuk, hogy nem vagy az, de elhiteti veled a film. Úgyhogy neked azért lesz érdekes. A gyereknek érdekes lesz, mert szép animáció, szép látványvilág, ilyen gyerek poénok vannak benne, fingos poénok, úgyhogy tetszeni fog neki is. Tovább. Ha pénzt adjatok ki érte, megéri, valamint javasolnék hozzá egy kis sült kakast, vörösborral, francia savignonnal. Igen. Tehát ennyi lett volna nagyjából az Egyesült Állatok kritika. Remélem mindenkinek tetszett és egyetért. Óvjuk a környezetet. Ez lenne a végszavam, úgyhogy én voltam Csatlós Csaba. A viszontlátásra.